valahogy a történelemben a hölgyek társasága mindig is üdítő volt az urak uraságok körében, és ez így volt Japán történelmében is, ahol nagyon sokáig uralkodott a himsovinizmus, mint az egyes korszakok hagyományainak megkerülhetetlen szerete, illetve mint a nők tárgyiasítása alárendelt szerepük a férfiakkal szemben. A gésák tradicionális japán szórakoztató művésznők voltak, akiket említettek még geikóknak, illetve geikiknek. A gésa szó a japán nyelvben nem rendelkezik többes számmal, két kanjiból tevődik össze, aminek jelentése művészetet művelő személy. Szó szerint viszont művészt jelent. Művészettel foglalatoskodó hölgyek már a Heian-korban is megjelentek az akkori Japán területén. Ezeket a nőket nem nevezhetjük még gésáknak. A gésa elnevezés igazán róluk majd a 16.-17. században válik használatossá. 1589-ben építette fel Toyotomi Hideyoshi a Sima barát, ami egy fallal elválasztott városnegyed volt, amit Geisha negyednek is szoktak nevezni. A negyedben zajlott a művészetek magas szintű gyakorlása és bemutatása, az átlagon felüli életszínvonal megtartása azok számára, akik meg tudták azt fizetni, illetve az akkori Japán legszínvonalasabb prostitúciója is itt zajlott. Ebben a negyedben dolgoztak az úgynevezett oiranok. Ők olyan prostituáltak voltak, akiket csak a gazdagabbak fizethettek meg. Az akkori Japánban a prostituáltaknak jutott az a szerep, hogy szerelmet és testi kapcsolatot adjon azok számára, akik igénylik azt, mivel ez nem tartozott a háztartást és az otthoni gazdaságot felügyelő feleség feladatai közé. Sok művész élt még itt, akik táncoltak, zenéltek, de még a költészet is a tarsolyukban volt. Ezek a művészek mind férfiak voltak, őket hívták először gésáknak. Az oiranok általában teaházaknál, úgynevezett ocsajáknál voltak megtalálhatóak, ahol a szolgáltatásaikat igénybe lehetett venni. Csak gazdag, becsületes és tiszta lelkű férfi vehette őket igénybe, és ennek feltétele volt, hogy egy rituálin is átessen az igénylő. Sima bara falain kívül is elterjedt a prostitúció, és egyre több helyen olcsóban lehetett hozzájutni ehhez a szolgáltatáshoz, hogy férfiak vágyainak tegyenek eleget eme hölgyemények. Azért, hogy egyes teaházak forgalma nőhessen, az ott dolgozó kurtizánok elkezdtek tanulni. Volt, aki zenét tanult, volt, aki táncolt, így pedig szépen lassan megvetette lábát az ocsajákban a művészet. Először odorikóknak, vagyis táncoló lányoknak nevezték őket, majd később őket nevezték gésáknak. Az 1700-as évektől a női gésák száma jelentősen megugrott és férfi társaikat is jóval megelőzték. Az első név szerint említett gésa egy fukagavai prostituált volt 1750-ben, aki tehetséges énekes volt. A népszerűségüknek köszönhetően az előadói szerep vált elsődlegessé. Japánban a 18. századtól olyan törvény lépett érvénybe, miszerint a gésák számára tilos volt a prostitúció, csak arra kaptak engedélyt, hogy másokat szórakoztassanak, továbbá kimonójukat csak hátul köthették meg, egyes hiedelmek szerint azért, hogy a ruhájukat nehezebb legyen levenni. Más vélekedések szerint azért, mert a japán kurtizánok voltak azok, akik a kimonójukat elölkötötték meg, hogy a ruhájuktól minél hamarabb meg tudjanak szabadulni. Egyszerűsíteniük kellett a hajviseletet, a sminket és a ruházatot is, hogy ne a testüket tarkítsák minden jóval, hanem csak is a maguk szépségét mutassák ki. Mivel a 18. századi japán társadalom sokszor nem húzott határt prostituált és gésa között, így végül a japán állam hozta meg a döntést, a gésák kifinomultabbak, akik művészetükkel nyerik meg férfiak tetszését, míg a kurtizánok csak a testi örömök érdekében dolgoznak. A gésák népszerűbbek lettek az oiranoknál, és lassan a japán prostitúció egy újabb szintre lépett. Az oiranok nagyon népszerűtlenné váltak. Aki csak akarta és vagyoni alapon megtehette, gésát akart magának. Új gésa negyedek épültek, még Kyoto városában is népszerűek voltak. A 19. századra a gésákról már elmondható volt, hogy jobb anyagi helyzetben voltak, mint a többi japán nő. A szegényebb családok is eladták teaházaknak a lányaikat, hogy gésát neveljenek belőlük. A gésák életébe ekkor férkőzött be a danna, vagyis az a gazdag férfi, aki jelentős összegeket fizetett csak azért, hogy a gésa társaságát élvezhesse, és annyit fizetett, hogy a gésa el tudta saját magát tartani. A fizetés rendszeres volt, de előfordult, hogy egy danna kiszemelte magának a gésát, és megvásárolta a hölgy szüzességét, amivel hát innentől azt tehetett, amit akart. Ennek a két variációnak szigorú feltétele volt, hogy a gésák nem mehettek például férjhez. Fontos megemlíteni, hogy ez ellen nem is volt nagyon tiltakozás. 1908-ig a prostitúció legális volt Japánban. A Meiji restauráció idejére a gésák iránti tisztelet csak fokozatosan nőtt. 1944-ben bezártak a teaházak, és a gésák mind elmentek gyárakba dolgozni.
1945-ben újra nyitottak. A gésák megbecsültsége megint csökkent, mikor az amerikai katonáknak a japán prostituáltak úgy mutatkoztak be, hogy ők gésa lányok. Rövidesen elterjedt az a pletyka Japánban, hogy egy maikó, vagyis egy gésa tanonc szüzességére árverést hirdettek meg. A jogi helyzetük stabilitása érdekében új törvényeket alkottak. Nem lehetett lányokat eladni teaházaknak, de még a gésák szüzességét sem lehetett megvásárolni. Innentől lassan a prostitúció, mint a gésák egyik megélhetési forrása lassan kiszorult, ám ennek ellenére gésa csak az a nő lehetett, aki szabad akaratából vállalkozott erre az életmódra, viszont a diák felvétel és az iskoláztatás kérdése még sokáig vita tárgya volt az 1960-as években. Mára viszont elismert művészeknek számítanak a gésák, akik azóta elhatárolódnak a prostitúciótól, már ezt a bélyeget nehezen tudják lemosni magukról, hiszen a közhiedelemben is ez maradt meg, hogy a gésák már pedig kurtizánok.